Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. A Samsung nemrég bemutatta a 2017-es évre szánt Galaxy A modelleket, ezekből kettő lesz Magyarországon kapható, a Galaxy A3 2017 és a Galaxy A5 2017. Mind a két készülék nagyjából két hete van itt nálam, mind a kettőt úgy használtam, mint hogyha a sajátom lenne, tehát beköltöztem, telepítettem appokat, használtam rendesen, és hát ez idő alatt ugye összegyűjtöttem az információkat velük kapcsolatban, de most ebben a videóban a kisebbik modellről lesz szó. Lássuk, hogy mit tud a Galaxy A3 2017. Először is nézzük meg design szempontjából, hogy mit kell tudni az új A3 2017-ről. Kicsit össze fogom hasonlítani az A3 2016-tal, hiszen ez az új modell a közvetlen leszármazottja vagy utódja. Így gondolom ti is szeretnétek tudni, hogy milyen újdonságokkal szolgál az új modell a tavalyihoz képest. Nos, kijelzőben nem sok újdonságot találunk, hiszen ugyanúgy maradt 4,7 inch HD felbontás és Super AMOLED panel. Viszont ami ténylegesen újítás, az funkcióban, az Always On Display-ben jelenik meg. Ugye ez a Galaxy S7-tel debütált tavaly február végén az MWC-n, a Note 7 után az A-széria következő meg megkapta az Always On Display-t. És mivel hogy AMOLED panelről beszélünk, nem fogyaszt sokat. A kijelző fölött találjuk a beszédhangszórót, a közelségérzékelőt és a fényszenzort, valamint a 8 megapixeles kamerát, ami f1.9-es rekeszértékű. Rekeszértékben nem változott, viszont felbontásban igen. Itt 5 megapixelről 8 megapixelre történő felbontás növekedésről beszélhetünk a tavalyi modellhez képest, ami azért szerintem teljesen korrekt. A kijelző alatt megtaláljuk a szokásos home gombot, valamint a két kapacitív érintő gombot, az alkalmazás választót, illetve a visszagombot. Viszont ami érdekesség, és ez újdonság a tavalyihoz képest, hogy itt a home gombunk már új lenyomat szenzorként is funkcionál. Ez az első A3, mely megkapta az új lenyomat szenzort, ami nagy királyság, ideje volt már, hogy ebbe a modellbe is bekerüljön ez a funkció, úgyhogy ez királyság. A jobb oldalán láthatjuk a bekapcsoló gombot, illetve a kicsit fura helyen elhelyezett hangszórót. Abban a szempontból jó, hogyha normálisan kézben tartjuk a telefont, egy kézzel használjuk, akkor nem takarjuk le a hangszórót, így normálisan hallhatjuk, hogyha csörög a telefon, vagy valami hasonló. Viszont, hogyha játszunk, vagy valamilyen oknál kifolyólag itt eltakarjuk, akkor már nem olyan jó a játékélmény például. Nyilván lehet így is tartani, úgyhogy a kávákat fogjuk itt alul felül, de akarva akaratlanul is letakarhatjuk a hangszórót. Hogy ez mennyire szerencsés vagy szerencsétlen elhelyezés, az döntsétek el ti. Nekünk különösebb gondunk nincs vele, nyilván megszokás kérdése. A készülék bal oldalán láthatjuk a hangerő szabályzókat, alul megtaláljuk az USB Type-C csatlakozót, illetve 3,5 mm-es jacket, valamint a beszéd mikrofont. Felül pedig szintén találunk egy mikrofont, ez a másodlagos zajszűrő mikrofon, és van egy SIM, illetve SD kártya tárcánk, ami alapvetően egy műanyag tárca, ezzel nincs is gond, nem is kell, hogy fémből legyen, igazából teljesen mindegy. Ide kerül a micro SD kártya, ide pedig a nano SIM. Alapvetően 256 GB-ig tudjuk bővíteni a készüléket, ha esetleg nem lenne elég a beépített 16 GB. A hátlapot, ha megnézzük, és hogyha úgy vetítem rá a fényt, akkor láthatjátok, hogy az új lenyomatokat előszeretettel gyűjti. Üveghátlapról beszélünk, ahogy a tavalyi modellnél is, viszont tényleg nagyon durván gyűjti az új lenyomatokat, nem tudom, ez csak a fekete modellnél van-e így. Alapvetően az S7-nél is ugyanilyen üveghátlapról beszélünk, és itt annyira nem látszik meg, de nyilván ez a színből is adódik. Érdemes tokban tartani, ami mondjuk olyan, hogy azon nem látszik meg, de ez így önmagában elég durva, tehát tényleg nagyon meglátszanak rajta az új lenyomatok. Viszont tekintsünk el ettől, nézzük a kamerát, ami a hátlapon 13 megapixel lesz, szintén f1.9-es rekeszértékű, és Full HD videók rögzítésére alkalmas, mellette találunk egy LED villanót, ez a tavalyi modellhez képest nem változott se felbontásban, se rekeszértékben. Design tekintve, úgy összegezve, kicsit vastagabb lett az idei A3, mint a tavalyi,
Itt 7,9 mm vastagságú lett a mobil, a tavalyi 7,3 volt, viszont súlyra alig változott, 135 g-ra nőtt 132-ről. 3 g különbség, ezt szerintem senki nem fogja észrevenni. Viszont azért is van itt az esélyt, hogy lássátok a dizájnbeli hasonlóságot, ugyanis rengeteg design elemet átemeltek az S7-től az új A-szériába. Ahogy láthatjátok, ugyanúgy lekerekített ívelt hátlapi üvegről beszélünk, ugyanott van a logó, ugyanúgy van elhelyezve a kamera, viszont az A-szériánál nem lóg egyáltalán a hátlapból, ami egyébként király. Ugyanott vannak a hangerő szabályzók, az előlapon is ugyanúgy vannak az elrendezések, a hangom formája, tehát teljesen Samsung eszközről van szó, az egyértelműen látszik, de hogy tényleg nagyon-nagyon hasonlít szinte megszólalásig a Galaxy S7-re. Alig lehetne megmondani, hogy ez most egy A-szériás készülék. De attól eltekintve, hogy nagyon-nagyon hasonlít az S7-re, kifejezetten szép készülék. Nekem nagyon tetszett maga az egész kialakítás, a lekerekített ívelt üveghátlap, és tényleg kényelmes kézben fogni, kompakt méretű és abszolút jól használható, úgyhogy dizájn szempontjából engem maximálisan meggyőzött, leszámítva ezt a hangszórót, eznek a helye egy kicsit kérdéses nekem, de ide került, ott van, működik, de nem mindenkinek tetszett az elhelyezése, de tekintsünk el ettől. Térjünk át a szoftverre. Az új A-széria, és ezáltal az A3 is megkapta a Galaxy Note 7-nél megismert Grace UX-et, vagy hivatalos nevén Samsung Experience felületet, amit már a Galaxy S7 is megkapott, viszont ő csak az Android 7.0 Nougat frissítéssel, ugye ezen az eszközön már ez fut. Eddig nem volt Grace UX felület, vagy Samsung Experience, eddig normál TouchWiz felületünk volt. A Galaxy S7 csak a 7.0-val kapta meg, viszont itt már alapból ezzel érkezik, de a szoftver verzió az még itt is Android 6.0.1 marshmallow. Én azért 2017-es modellnek adtam volna egy Android 7.0 Nougatot a Samsung helyében, de hát nyilván ez nem rajtam múlott. Reméljük, hogy minél hamarabb megjön a Nougat frissítés ezekre a modellekre is. De alapvetően az Android 6.0-val is kiválóan működik a készülék. A felületnek az újdonságai közé tartozik a teljesen átszabott beállítások menü. Hogyha esetleg nem találnánk meg valamit, akkor bátran használjátok a keresés menüpontot, hiszen ezen keresztül bármit megtalálunk, amire rá szeretnénk keresni. Valamint, hogyha például belépek a kijelző menüpontba, és itt szeretnék keresni egy olyan funkciót, ami esetleg korábban itt volt, de nem találom itt, akkor itt alul van egy ilyen kis box, hogy valami mást keres, intelligens képernyőzárt, igen, ezt keresem. És akkor egyből dob erre a funkcióra, ami alapvetően nem itt található meg, hanem a speciális funkciók között. Szóval ez az újdonsága itt a beállításokon belül a Grace UX-nek. És hát láthatjátok, az értesítési központ is kicsit átalakult, bejött például a kék fényszűrő opció, így ugye sárgítja kicsit a kijelzőt, hogy éjszaka a kék fények ne annyira zavarják a szemünket, vagy ne rontsák a szemünket, és ami még újdonság így szoftveresen, az a biztonságos mappa megjelenése, ugyanis ez a Galaxy Note 7-ben volt először, és most már az A-szériában is megtalálható. Ide, hogyha most beírom a jelszavam, akkor már is hozzáférhetek a biztonságos mappámhoz. Első körben kell csak megadni a jelszót, utána már el fogja fogadni az új lenyomat szenzorunkat is, és hát az új lenyomatunkat el is fogadta, és így hozzáférhetünk a titkos fájainkhoz, a galériában tárolt személyes gépekhez, vagy a névjegyzékhez, saját fájlokhoz, bármihez, amihez nem szeretnénk, hogy más hozzáférjen. Ennyi a lényeg ennek a biztonságos mappa funkciónak. Egyéb szoftverként, ami alapból telepítve volt nekünk itt az A3-on, megkapjuk az S7-et, S-Voice-ot, Smart Switch-et és a Galaxy Apps-et. Ugye a Smart Switch arra jó, hogy régi eszközünkről erre az eszközre át tudjuk másolni adatainkat. Ugye megvannak a szokásos Google alkalmazások, illetve kapunk Microsoft appokat is, teljes Office-t, illetve Skype-ot, valamint OneDrive-ot is.
És ezen felül, ami még rajta volt, az a rádió, Samsung Members, Samsung Notes és a Gboard. Ezek alapvetően rajta voltak, a többit azt mind én telepítettem rá. És alapvetően a szoftver nagyon jól működik és jól használható. A Grace UX-nál látható frissítések, illetve újdonságok tényleg használhatóbbá tették a szoftvert. És térjünk rá egy kicsit a kamerára, a fényképezőre. Hogyan is néz ki ennek a menürendszere, illetve hogy hogyan működik, milyen gyorsan, és azt kell mondjam, hogy nagyon gyorsan. Fotók elkészítése, ahhoz képest, hogy milyen kategóriái mobilról van szó, tényleg nagyon gyors. Itt azonnal meg tudjuk örökíteni a pillanatot. Úgyhogy maga a kameraképek elkészítése nagyon gyors. Hogyha jobbra legyintek, akkor már is előjön, hogy milyen módjaink vannak. Ugye van az automata, professzionálison belül testre tudjuk szabni a szenzorértékeket, panorámaképet tudunk készíteni, sorozatfelvételt, HDR fotót, stb. Ha pedig balra legyintek, akkor a különböző filtereket tudom előhozni. Beállítások között, hogyha benézek ide, akkor láthatjátok, hogy a hátlapi kamera 13 megapixel, és ez 4:3-os képarányú képet eredményez. Ha szeretnénk natívan 16:9-ben fotózni, hogy mondjuk Full HD-s monitorunkon teljes képernyőn meg tudjuk tekinteni a képet, akkor már csak 9,6 megapixeles fotót tud készíteni, ezzel számolnak kell, de természetesen a 4:3-as képarányú 13 megapixeles fotót is lehet kroppolni, hogy teljes képernyős legyen, és a videó felvétel maximális mérete az pedig 1920x1080 pixel 30 fps-rel, ezt azért hozzá kell tennem. A fotóknak a minősége, majd ahogy láthatjátok, alapvetően nem rosszak, viszont amit nagyon-nagyon hiányolok, az a videó felvételnél az optikai képstabilizátor. Direkt úgy vettem föl egy tesztvideót, hogy hideg volt, és kicsit fáztam, és remegett a kezem. Hát látjátok majd a videó felvételen, hogy azért jelentősen remeg a kép is. Célszerű állványjal használni, fotózni, videózni, ha lehetőségünk van rá. Ez ugye az optikai képstabilizátor hiányából adódó kellemetlenség. Úgyhogy ez hiányosság a Galaxy A3 2017-nél, nincs benne optikai képstabilizátor. Specifikációit tekintve, hogy kicsit rátérjünk a hardware-re is, egy Exynos 7870-es 8 magos chipsetet kapott meg ez az eszköz, ez magunként 1,6 GHz-en működik, és ez a chipset nagyon nagy előrelépés a tavalyi modellhez képest, hiszen a 2016-os A3 csak egy Exynos 7578-as chipsetet kapott, ami 4 magos volt, és magonként 1,5 GHz-en működött. A grafikus gyorsító az Mali T830, illetve Mali T720MP2 volt a tavalyi modellnél. Nézzünk be az AnTuTu benchmarkba, hogy mégis hány pontot kapott. Láthatjátok, 45.190 pontot ért el az A3 2017. Ez egy 100 000 forintos telefon alapvetően, tehát ha így nézzük, hogy mennyibe kerül, és mennyi pontot ér el, akkor igen rossz árérték arányról beszélhetünk, viszont vannak olyan funkciók, amiért talán megérheti kicsit a teljesítmény rovására. A tavalyi modellhez képest fél gigabájttal több RAM-ot kapunk, tehát ebben már 2 gigabájt van másfél helyett. Hát nézzünk meg néhány játékot, hogy hogyan is működnek. Példának okáért, hát kezdjünk már is a nagyobbakkal, Real Racing 3. Az új A-szériájánál is megjelent a Game Launcher, tehát játékon belül tudunk képernyőfotót készíteni, tudunk rögzíteni játékmenetet, lezárolhatjuk a gombokat, hogy véletlenül se érjünk hozzá, úgyhogy ez elérhető már az új A-szériában is. És indítsunk el egy versenyt. Magával a hangszóró hangzásával nincsen probléma, tiszta és éles, ahogy annak kell lennie. Viszont hát ezen a mono hangszóron én zenét nem szívesen hallgatnék. Ahogy láthatjátok, picit laggol a játék, viszont alapvetően jól használható, tehát lehetne erősebb hardware is benne, az tény,
viszont ahhoz képest, hogy mi van benne, jól működik, szerintem. Azért látható, hogy picit laggol a játék. Lépjünk ki, és menjünk át az Asphalt 8-ra, ami szintén egy nagyobb 3D-s grafikus játék. Hát igen, itt azért észrevehető a teljesítménybeni nem túl toppon levőség. Ez elég durván lett megfogalmazva, de a lényeg, hogy nem olyan gyorsan tölt be a játék, illetve nem olyan gyorsan reagál minden egyes érintésre, mint azt mi szeretnénk, vagy elvárnánk mondjuk egy ilyen árkategóriájú mobiltól. De legyünk türelmesek, mert hogyha betölti, akkor szerintem nem lesz vele probléma. Eddig jó. Hát ez nem volt nagy életű, de ahogy láthatjátok, jól működik a játék. Nyilván egy nagyobb teljesítményű készüléknél észrevehető lenne a különbség, de így, hogy most csak játszok így magában ezen a készüléken, jól működik, és nem tapasztalok laggot. Ahogy az a Real Racing 3-nál mondjuk jobban volt látható. Szóval, játékra is alkalmas az A3 2017, gyorsan is reagál a kilépésre is, nyilván a pályákat nem olyan gyorsan tölti be, mint egy erősebb hardverű készülék, viszont ahogy láthattátok, így működnek a nagyobb játékok is, ennél kisebbekkel meg pláne elbirkózik, úgyhogy azokkal tuti nem lesz gond. Adatkommunikációt tekintve Bluetooth 4.2-t találunk meg benne, 4.1 volt egyébként az A3 2016-ban, Wi-Fi szabványhoz hozzá toldották az A, illetve az AC-t. Van benne ugyanúgy NFC, FM rádió, ezen belül is RDS, AGPS, GLONASS, illetve BDS támogatottság, úgyhogy adatkommunikációt tekintve én elégedett vagyok az eszközzel, hiszen minden megtalálható benne. Talán a legnagyobb ütőkártyája a 2017-es A-szériának az a vízállóság, ugyanis, mint a Galaxy S7, ez is IP68-as szabványt kapott, tehát másfél méter mélységig és 30 percig vízálló, illetve teljes mértékben porálló. Tehát bírja a vizet, viszont ez nem azt jelenti, hogy mélyvízi búvárkodásra is lehet vinni az A-szériás mobilt. Ez a tavalyi szériához képest nagyon-nagyon nagy újdonság, és összegezzük, hogy mégis miben lett jobb, és hogy megéri-e megvásárolni ezt a készüléket. Design szempontjából én teljesen elégedett vagyok vele, hiszen kompakt méretű, a HD felbontás annyira engem nem zavar, nyilván lehetett volna Full HD, de az az aksi idő rovására ment volna, úgyhogy a kijelző felbontásával és a megjelenítési minőséggel én elégedett vagyok, maga az összeszerelés minősége is rendben van, egy masszív készülékről beszélhetünk, és kényelmes kézben tartani, és 4,7 incses mobilhoz képest igen jó specifikációkkal bír, egy jól használható készülékről beszéltünk itt az A3-nál is. Jobb lett ténylegesen, mint a tavalyi modell. Ugye új funkcióként jött az Always On Display, megkapta az IP68-as vízállósági szabványt, valamint új lenyomatszenzor is került a készülékbe, ami egyébként meglepően jól működik. Az akkumulátor kapacitása 2350 mAh, ami hát így mondható, hogy kevés, vagy kicsi, de 4,7 incses HD kijelzőt kell megvilágítania, és maga a chipset is egy viszonylag energiatakarékos megoldás, tehát én vígan kibírtam vele az egy napot, sőt szerintem normál használat mellett egy másfél napot bőven kibír az új A3 2017, úgyhogy ezzel szerintem abszolút nem lesz probléma, alapvetően 17 óra beszélgetésre elég egy feltöltés, és az USB Type-C-nak köszönhetően nagyjából másfél óra alatt teljesen fel is tölthető az A3. Úgyhogy én elégedett voltam a készülékkel,
Nyilván vannak érdekességek, például a hangszórónak az elhelyezése, lehetett volna mondjuk 3 GB RAM memória benne, de én alapvetően elégedett voltam azzal, amit kaptam. Egy nagyon jól kinéző készülékről beszélünk, ami hardveresen is viszonylag megfelelően támogatva van. Az akkumulátoridő rendben van, szép képeket készít, ujjlenyomat szenzoros, és leginkább azoknak éri meg ezt választania, akik valamilyen szolgáltatói előfizetés mellé hűség mellett vásárolják meg, na azok biztos, hogy jó áron fognak hozzájutni, és biztos, hogy szeretni is fogják. Példának okáért volt egy kis összejövetel nálunk, és odaraktam néhány telefont egymás mellé, ott volt az A3 A5 2017 is, nem mondom a többi készüléket, hogy melyikek voltak ezek, de egyből kiszúrták, hogy milyen jó kis, jól kinéző, kecses készülék ez, és ugye az IP68-as szabványt is meg kell fizetni, illetve az Always On Display-t, de ez nyilván megoldható másképp is. Szóval ezért a 100 000 forintért, amennyibe a Galaxy A3 2017 kerül, nem kapunk keveset. Nyilván, hogyha csak hardwareben gondolkodunk, akkor más modellek vagy más gyártók modellei ennyi pénzért többet kínálnak, viszont tekintsünk túl szerintem a hardveren, és nézzük meg azokat a plusz funkciókat, illetve azokat a plusz dolgokat, amit az új A-széria nyújtani képes, nem beszélve a dizájnról, illetve a vízállóságról, úgyhogy én minden esetre megfontolandónak találom, főleg akkor, hogyha az első szériás Galaxy A3-ról váltanál, akkor mindenféleképpen megfontolnám, de még akkor is, hogyha mondjuk rászánod a pénzt, a 2016-os modellről is szerintem megéri erre váltani, de nyilván aki csak a hardware-re megy rá, hogy minél kevesebb pénzért minél jobb specifikációkat kapjon, annak nem biztos, hogy ez lesz a legjobb megoldás. Én ennyit szerettem volna az A3 2017-ről mesélni nektek. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor nyomd a lájkot és iratkozz fel a csatornánkra, ha még esetleg nem tetted meg. Ha nem tetszett, nyugodtan nyomd a dislike-ot, ha pedig kérdésed van, tedd fel nyugodtan kommentben. Én Laci voltam, köszi, hogy megnéztétek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!